Szavaztok. Üdvözlök mindenkit. Hát itt vagyok még a haveromnál. Meg kérsz, hogy segítsek. Meg egy kicsit még. Van itt egy-két föld, fel kéne szántani. Hát mondom, nekem is van otthon dolgom, de még egy napot maradok. Aztán majd meglássuk. Azóta végzünk, akkor visszajön segíteni. Ha jó van, mondom, akkor maradok egy napot, aztán szántsunk. Na, beülünk a gépbe. Lecsukjuk az ajtót. Aztán ez egy félfüggesztett teke. Nagyon szépen dolgozik. Jobban szeretem ezeket a bekéket, mint a váltó forgatóst, mert ha valott a föld végén csak forgolódni, hát ennek húz az ember egy egyenes barázdát, azt utána akkor csak körbe forog. Nem kell váltogatni itt az irányt. Kicsit összetaposjuk, ezt is már én szántottam itt. Szépen ezt megszántom, bedülőzem. Aztán majdnem este is lesz. Valahogy sötétedik. Ez ugye meg lett trágyázva, meszezve ez a föld. Ebbe is majd olajra ezt ki akar vetni. Még van ott az a föld, de hogy néztem, azt még nem kell szántani. Majd jövőre. Szóval közel vannak a fák. De hát azt mondja, hogy ezt nem akarná kivágni. Szépen mutatnak itt. Úgyhogy valószínű, hogy nem is lesz kivágva. Na, hogy még. Azt simán át kéne csak ott vetni egy jobb oldal. Még lesz egy maradni valója is. Hát nem tudom, hogy át tud-e jönni hozzá majd segíteni. Na, ja, majd meglássuk. Olyan, itt van sok munka, meg rengeteg. Hiába megy ez a gazdaság, ahhoz képest, hogy egyedül van. Úgy van, mint én. Csak ilyen alkalmi emberek jönnek hozzá segíteni. Hát minden nem lehet ágyú se bízni, mert a drága gépek. Most ugye most vette őket. Azok új gépek. Szeretné, hogyha ide előtt tönkre mennének. Azt akkor próbál mindent maga csinálni egyedül.
Hát meg nekem most egy szót, hogy segítsek ma, segítsen ma ki. Akkor a fűdekbe. Jó is ez így, mert legalább az is le van szántva. Hatalmasak ezek a főnök kiállva. És ezért elég sok függye van, ami azt illeti, ha gyarapodott ez a cég, elég rendesen. Mind is van, bőven. Van itt egy jó darab föld. Majd megnézzük, hogy mit csinálunk. Jó lesz. Hajrá. Tökéletes. Beszállítja, szépen leforgatja. Pippattunk egyet. Érdemes lett volna levegyt szerezni. Talán nem nőtt volna ki újra. Vigyázni kell a pána. Ajaj. Meg még közelebb van. Még közelebb van.
Hogy mindjárt. Lassan tankolni kell ebbe a traktorba is, mert jobb, hogy az üzemanyag. Valahogy jösszem, akkor bemegyek, hogy is a telepre. Azt akkor... Azt akkor idé... Megtankolom. De hát le is kéne mosni. Kicsit. Csak össze koszoltam. A szélturbinák mennek. Jó. Jó, ez csak ez. Na, szépen dolgozik az a beká, elég széleset is visz, 2 méter 80 centi. Az pont jó ez a trakesz az, a lóerővel. Tökéletes. Plusz a dűlőzés. Plusz a dűlőzés. Azért könnyebb dolgozni, és így vidéken mindenre nálam, ott azért dombosabb egy kicsit. Jobban kéri az energiát. Még nálam ott sok a sarkos föld, itt azért ilyen tégla alapú földek vannak, szépen ki vannak mérve. Jó, el van osztva. Másképp van ugye, mert ott azért az a TS időben ahogyan kilettek méregetve a pődek. Úgy van. Máig, úgyhogy nem igen lehet más csinálni. Csak Csak úgy lehet, hogyha az ember elcserégetni a földeket, azt akkor átalakítaná, de hát
amíg el akar senki aladni bőjnet inkább benne. Aztán meg a támogatásokat ugye most nagyon támogatják ezt a mezőgazdaságot. Mindenki úgy van vele, hogy minél több földje legyen, meg hát minél jobb traktorokkal dolgozzanak, ami leülés, a fejlődés véget van, hogy a fogyasztás, karbantartások véget. Karbantartások véget van, minél kevesebb költséggel, minél több és minél jobb minőségű állat előállítani végül is, mint akármit is lényeg, buzát, árpát, kukoricát, napraforgót nem beszélve róla, ugye az most nagyon drága. Ezek az étolajgyárak, ezek most nagyon veszik. Kicsit hátra jövök, hogy hát itt már szűk egy kicsit a forduló. Na. Hát. Napraforgó, szója, ajaj, a szója is nagyon drága ára. Cukorépa se rossz. Ha jó üzletet köt az ember a cukorgyárral, akkor ez nem rossz. Na itt egy kicsit most nagyobbat fordulunk. Hát itt már elég ráfordulni. Mindjárt végzünk. Plusz a dűlőzés. Akkor mehetünk is arra befele. Most már véd idő volna. De hát, majd befejezzük, majd elvédelünk kultúrnak utána. No. Hát. A mistó már megyünk balra.
Nem tudom, valami mit csinálott. Már idén ezeket a földeket itt veszeszte, de... Ott áll a traktor, látom. Tudom, mire vár. Ott a vetőgép is, lehet, hogy vetni akkor majd. Csak arra vár, hogy én még ezek. Elviszi még egyszer. Vagy elviszi, vagy nem. Mindegy, így is le kell jönni majd. Az alsó végében is gyülezni. Elviszi, nem. Még egyszer le kell jönni, de ne gyülezzem először. Külső végét. Na, felemeljünk egyet, dolgunk egy lipvercet. Na, hát menjünk arra fel. Na, talán egy két gép ajával elviszi. A dőle. Kell három gép olyan is. Lehetséges. Sőt, biztos vagyok benne, hogy kell. GPS, vagy akkor most ezzel lemegyek, és ott középen bizony visszajövök. És akkor be fogja fogni a zeka. Így fölöslegesen különösleg is menetel. Jó dolog ez a GPS, akárki kitalálta ki. Szépen egyenesen lehet dolgozni. Főleg ilyen téglalapalak a földekbe. Na, visszafordulom. És akkor itt is még itt a napraforgó is, az így be van érve. Na, hagyd meg. Kicsit belehúztuk az egyébbe. Majd ki nem. Szépen bepújja.
Hozzá kell. És akkor itt meg bemegyünk. Vezelezzük a másik véget is. Még jó, hogy otthon nincs annyi munka. Már én már elvégeztem, ugye nekem nincs is annyi földem. De azért nekem is ott vannak az állatok, igaz, vannak. Van egy két segítségem, kis öregek. Azok azért megcsinálják a megcsinálják a dolgokat. Úgyhogy ha csak olyan egetverő probléma nincs, akkor a két kis öreg elrendezi a gazdaságot. Na, hogy menjünk. Nem tudom, hogy be fogja. Lehet, hogy nem. Nem baj, megyünk kettőt, az a biztos. Megyünk egyet. Hogy is a percet visszajön. Szépen meg van számba ez a föld. A haver nem mondta se azt, hogy nem precíz munkát csináltam. Na, visszafordulunk, hopp, itt vigyázni kell a pálna. Hát, éppen átfordul. Éppen. Három gépolja kell egy dülőzésnek. Nincs vasár.
Ma. Itt elmegyünk szépen jobbra. Hogy kicsit itt is bele lett szántva. Lát, ilyen van. Na. Nem tudom, itt a haver mi van. Hova lett? Itt a traktor. Rajta műtrágya szóró. Ott a vetőgép. Ha biztos neki áll. Mindegyébként megyek be. Lassan megyünk. Zavarjuk az itteni lakókat annyira. A jó napot! Ezeket a gyépeket mondom, hogy ezeket meg kiszántani. Felesleges. Feleslegesek vannak ezek itt. Nézd meg már a idé. Ilyen szépen meg a... Ott ezt meg is nézem most. Szépen nél az olajnetek. 100%-os. Hozom bónuszba. Ebbe bele lesz vette. A napraforgó ez, hú, ez király lesz. Király lesz, az biztos. Menjünk be a parkra. Nem a sárgónak a papalávának. Na, itt vele. Itt is vagyunk már is. Ott. Na, én most nem mosok. Majd a vele elrendezi. Lerakom az ekét. Neki. Ja. Menjünk előre fel. Ja. Válunk szépen. Azt akkor. Én aztán be is fejeztem akkor itt a pályafutásom. Majd a haver elrendezi. Na. Elmegyünk. Elmegyünk haza. Kajázok valamit, azt akkor
Vegyünk haza már. Nekem is dolgom van. Na. Akkor én elköszönnék. További szép napot. Szavaztok. Folytatás következik. Valószínűleg otthon.